Sziasztok! Ma a Tankot Patrik 27 vezeti, méghozzá egy T-52-essel. Nekem ez az egyik kedvenc felderítő tankom, mivel ennek a tanknak a legjobb a fordulékonysága a felderítők közül. A végsebessége 72 km/h, bár hogyha rárakjuk a végsebesség kikapcsoló kiegészítést, akkor ez lehet több is, főleg lejtőn lefelé akár 100 km/h fölött is lehet. Ez csak orosz tankokra lehet rárakni. Viszont vigyázni kell, mert hosszabb használat után tönkre teszi a motort. A tankon egy 57 mm-es Zis 4-es ágyú van, ez 112 mm tud átvinni, tehát a Jagdpanthert is oldalról simán átviszi. Illetve a nagyobb tankokat akár az E100-nak a hátulján a kis pályzajton is simán be lehet vele kopogtatni. A páncél az 37 mm, ez igazából semmire se elegendő, tehát ez, de ezt a tankot is arra találták ki, hogy különösebben a lövedékeket pattintsa. De a Stuk 3-as is előről szépen be tudta lőni. És ahogy nézem, Patrik most már lassan körbeér a pálya, nem tudom, hogy mi lehet a részideje. Lehet, hogy egyszer kéne rendezni egy ilyen versenyt is, ki tudja körbejárni a pályát gyorsabban. Na majd erre majd még visszatérünk. Igen, Black Prince is kapott hátulra egyet. És ahogy nézem, szépen bederített minden, majdnem minden tankot. Kis olvázmosás, az sosem árthat. Ez a pálya kimondottan felderítésre annyira nem alkalmas, mert elég pici, középen egy nagy hegy takarja ugye a kilátást, ami a felderítőknek létfontosságú eleme. Igazából ezen a pályán, amit a Patrik csinál, az sem rossz megoldás, de lehet azt is csinálni felderítőként, hogy a hegyre fölmentek gyorsan, és onnan derítitek folyamatos mozgással a lenti tankokat. Ez is egy megoldás. Aztán, hogyha a hegyre följönnek utánatok nagyobb tankok, például Type-ok, amik gyorsabban fölérnek, akkor most már 8.2 óta, ugye, amióta megjelent a fizika, le is tudtok jönni a hegyről anélkül, hogy komolyabb bajotok lenne, vagy komolyabban megsérülne a tank. Egy angol tank is kapott. És most jöhet az IS. Ahogy nézem, ő egyedül van, tehát nem is tudnak neki nagyon segíteni, igen, és ezt Patrik ki is használja. Gyönyörűen hátulról szét is lehet lőni a motort. Az IS meg nem tud ráfordulni, mert annyira lassú a tornya. És... igen. Patrik jól megviccelt, el is lőtte magát, igazából nem tudom, hogy hova lőtt ez az IS, csak úgy ellőtte magát. Jöhet a többi tank. Még van egy-kettő itt a pályán. T-29-es AMX és egy Stug is. Egy Black Prince. Jó, AMX az belőtt. Ezeket az AMX-eket is gyorsan meg lehet viccelni, hogyha ellövik az összes töltényüket a tárból, akkor rengeteg ideig töltenek, és akkor kell cselekedni. Valószínűleg Patrik is erre játszik. Igen, már nem is tud lőni az AMX, most valószínűleg tölt. Gyors javítás. Igen, most az AMX az menekülnie kellene igazából, de sok minden nem tud tenni, és ennyi is volt. Jöhet a T-29-es, itt is oldalra, hogy gyönyörűen a motortért lehet lőni. Na, T-29 most vette észre, hogy itt valaki lövöldöz hátulról, és ő is ki lett lőve. Hát ennyi volt ez a meccs, köszönöm szépen a visszajátszást Patrik 27-nek, én Omax voltam, sziasztok!